Sziasztok! Hát egy kisebb kihagyás után, de újra itt vagyok. Az előző hetekben nem volt túl kiemelkedő hangulatom, és emiatt nem is akartam inkább videózni, és egyáltalán nem akartam egy ilyen halálkedvetlen béna videót feltölteni. Gondoltam, inkább szünetet tartok, és várok addig a pillanatig, amíg újra érzem magamban az erőt, és ez a pillanat talán most érkezett el, legalábbis nagyon remélem, és remélem, hogy ezentúl sikerül újra visszaállnom erre a heti egy videóra, mert már nagyon hiányoztatok, meg az is, hogy beszélgessünk, szóval tényleg mindent megteszek annak érdekében, hogy ez visszaálljon a régi kerékvágásba, de hát nyilván megígérni sajnos semmit nem tudok. Az életben történnek dolgok, mindegy, a lényeg, hogy próbálkozom, és ha már itt tartunk, és újra itt vagyok, gondoltam, megünnepelhetjük ezt egyik kedvenc videótípusotokkal, vagyis egy haul videóval. Amúgy is rendeltem most az About You-tól egy ilyen kisebb-nagyobb csomagot, és akkor ezt szerettem volna megmutatni nektek. Hát, ha érdekel, vagy hát, ha hasonló stílusotok, és ti is találtok köztük valami olyat, ami izgalmas lehet számotokra. Egyébként ezt a videót nem az About You támogatta, egyszerűen csak szerettem volna megosztani veletek, hogy miket rendeltem, viszont az About You-tól kaptam a csomagot, szóval... értitek. Úgyis, de rendesen vissza kell szoknom ehhez a videózós dologhoz, meg rendesen izgulok, hogy veletek beszélgetek. Úgyhogy bocsánat, hogyha nem jutnak eszembe szavak. Nos, sikerült ismét egy borzasztó hosszú intrót felvennem, úgyhogy engedjük is el, inkább nézzük, hogy miket is rendeltem az About You-tól. Ez az első bedíj szerintem az abszolút kedvencem az egész csomagból, ha meglátjátok, hogy néz ki, akkor szerintem meg is értitek, hogy miért. Nekem ezek a tipikusan azok a ruhák, amik ilyen kellően kényelmesek, és kellően hercegnős ahhoz, hogy egyébként hétköznaponként is fel tudjam venni, akár munkába, akár egy farmerre, tényleg bármivel. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Egy probléma van vele, úgyhogy ezt mindenképpen el akartam mondani, hogy ha esetleg ti is rendelnétek, akkor ez ne írjen meglepetésként, hogy a mérete tökéletes, viszont nem elég hosszú, tehát alul nem lehet a bedély részét összekapcsolni, vagy ha igen, akkor nagyon kényelmetlen. Úgyhogy ez egy probléma, viszont nem olyan probléma, ami megoldhatatlan. Igazából elvittem egy varrónőhöz, levágta a bedély részét, és így tökéletesen tud funkcionálni, mint egy felső. Szóval, ahogy látjátok, tényleg nadrágba öletűrve fel se tűnik, hogy nem egy badiról van szó. Úgyhogy gondoltam, megosztom veletek, hát ha nálatok is felmerül a probléma, de ilyenkor nem kell tényleg sokat kapni, egyszerűen csak van egy probléma, amit meg kell oldani. Nincs gond. Vagy hát igazából vissza is tudjátok küldeni. Mondjuk az is egy megoldás. A következő bedély ez kicsit távol áll tőlem már abból a szempontból, hogy rózsaszín. Egyébként a fazonja az tökéletesen alexes, viszont próbálok egy kicsit kilépni a komfortzónámból, és kicsit színesebb ruhákat venni, vagy legalábbis ilyen rózsaszínesebb, pasztelesebb dolgokat. Meg egyébként is Lilla barátnőm mondta, hogy olyan jól áll a rózsaszín, hordjak többet, szóval próbálkozom. És ennek lett ez az eredménye, és abszolút elégedett vagyok vele. Nagyon kényelmes ennek a body része is, tehát hosszúság szempontjából is zseniális, nagyon kényelmes, ahogy mondtam, és a vár részénél itt gumis, szóval nem ugrál fel, meg lesz, szóval nagyjából a helyén marad, bár azért meg ki kell tapasztalnom, úgyhogy teljesen tök jól funkcionál ez a felső. Kicsit átlátszó, ez van, kicsit vékony az anyaga, de nem annyira tragédia, meg nem annyira vészes, ahogy látjátok szerintem, de igazából együtt lehet élni vele, én úgy gondolom. A következő body az technikailag egyébként egy fürdőruha, viszont én az a típusú ember vagyok, aki lazán felvesz fürdőruhát utcára is, mármint nyilván nem önmagában, hanem farmerrel, rövidgatyával, sportcipővel, akármivel, és nem véletlen, ugyanis a legtöbb fürdőruha annyira jól néz ki, és sokkal jobb, és sokkal izgalmasabb mondjuk, mint egy sima átlagos body, úgyhogy engem ez nem nagyon szokott frusztrálni, hogy fürdőruhában járkálok, teljesen jól működik, teljesen jól funkcionál, és tök jól érzem benne magam. És ugyanez volt ennél a fürdőruhánál is, amikor megláttam, azonnal el tudtam magam képzelni egyrészt a medencepartján, ugyanakkor hétköznapokban is, úgyhogy azonnal a kosaramban landolt ez a fürdőruha, és jött velem haza, és nagyon örülök is, hogy megvettem, mert egyébként szerintem minden szempontból tökéletes, a mérete, a fazonja, a szín, minden. Rendeltem 2 darab fehér felsőt is, melyből az első az egy halál egyszerű sima fehér póló, tudjátok hordani, mint minden ember nadrágba tűrve, de úgy is tudjátok hordani, ahogy én szoktam, szóval én rakok rá mindig egy csomót, és akkor ilyen crop top hatása lesz, és így jobban kiemeli a derekat is, meg így izgalmasabb, vagányabb. Egyébként van rajta még egy minta is, a szívem fölött egy szívecske, hogy mégse legyen azért annyira unalmas, és az van ráírva, hogy Future is female, úgyhogy igazából ennél többet nem tudok elmondani erről a felsőről, ugyanis egy sima fehér felső, viszont én nagyon bírom ezeket, és tényleg ezek tényleg azok a felsők, amiket bárhogyan lehet hordani, és ezért zseniális. A következő fehér felső az viszont sokkal izgalmasabb, ugyanis egy baby doll felsőről van szó. Én nagyon imádom ezt a típusú, szabású felsőket és ruhákat, rengeteg ilyenem van, nem tudom megunni őket egyszerűen. Valamiért tényleg imádom ezt a babás hatást, úgyhogy engem levett a lábamról, amikor megláttam a honlapon, és egyébként annak ellenére, hogy fehér annyira nem is látszik át szerintem, szóval igazából semmi rosszat nem tudnék elmondani erről a felsőről, azon kívül, hogy rengeteget fogom hordani. Rendeltem egy hajpántot is, ami fehér alapon fekete pöttyös, és van már egyébként egy hasonlóm, csak annak teljesen más a színe, és emiatt teljesen más a vibe-ja is, szóval úgy voltam vele, hogy nem gond, hogyha ezt is megrendelem, ugyanis ez teljesen más stílusú és más színű ruhákhoz is fel tudom majd venni, és mivel rá vagyok függve a hajpántokra, ezért ha tehetem, akkor mindig az van rajtam, úgyhogy így egyáltalán nem bánom tényleg, hogy megrendeltem ezt is, mert így kb. Tényleg már majdnem minden ruhámhoz fel tudok venni hajpántot. Egyébként ennek a hajpántnak nagyon jó az anyaga, marha kényelmes, és ahogy mondtam, tök jók a színei, ráadásul pöttyös, azt pedig tudjátok, hogy kifejezetten imádom. Rendeltem 2 darab ruhát, mind a 2 A-vonalú egyébként. Nagyjából kb. Mindig ilyeneket hordok, szóval ez nem annyira nagy meglepetés. Az első az egy ilyen hosszú, jó, fekete alapon fehér pöttyös, tehát alapból tökéletesen passzol az asztetikomba és a stílusomba is, hiszen pöttyös, emellett pedig nagyon kényelmes, a mérete tökéletes, mintha rámentötték volna, és ami meglepetés volt, hogy van zsebe, és én ezt nem tudtam, amikor rendeltem, viszont bármi, aminek van zsebe, főleg, hogyha ruha, az nálam egy óriási nagy pluszpont és pozitívum, és nagyon kellemes meglepetés volt, amikor rájöttem, hogy amúgy van zsebe, szóval így még jobban tetszik ez a ruha. A következő az pedig egy sima fekete nyári ruha, ami újatlan és tök iszki felső része van. Még sosem volt ilyen ruhám se felsőm, viszont már régóta szemeztem vele, és gondoltam, most megpróbálom, és szerintem amúgy egész jól is áll, de ezt inkább döntsétek el ti, írjátok meg kommentben, hogy szerintetek nekem hogyan áll, vagy mit gondoltok róla. És el is érkeztünk az utolsó dologhoz, ami nem más, mint egy cipő, vagyis technikailag egy szandál, egy fekete szandál, ami nagyon-nagyon tetszik, viszont kicsit ilyen kétes érzéseim vannak a dologgal kapcsolatban, ugyanis nem szoktam szandált hordani nagyon ritkán, és emiatt ki kell lépnem a komfortzónámból, de szerintem megpróbálkozom vele, mert tényleg nagyon tetszik, és amúgy meg tök kényelmes is, szóval meglátjuk. Kicsit lögdösnöm kell magamat kifele a buborékból, de talán megéri. Nos, ennyi lett volna már ez a videó, remélem, hogy tetszett, és ahogy ígértem, megpróbálom tartani a heti egy videót, remélem tényleg összejön. Egyébként pedig köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és legközelebb találkozunk. Sziasztok! I can feel the stars, I can hear the bats above us in the Coca-Cola sky.